Krisztusban, kedves testvéreim, Szent Háromság vasárnapján figyeljünk arra, hogy mennyire ő maga, a Szent Háromság egy Isten van jelen a Szent Misébe, már a keresztvetésnél, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Aztán a papnak az köszöntése, az Úr legyen veletek helyett a II. Vatikáni zsinat után lehet a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és most figyeljetek, így fordította a misekönyv, mellé fordította. A Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal, nem ez van. Most hallottátok a Szent Leckében, nem a Szentlélek egyesítő ereje, hanem a Szentlélek közössége. Protestáns testvéreink még jobban fordítják, a Szentlélek közöltetése legyen veletek. Ez a hé koinonia tu hagiu pneumatos, ez a kommunikáció Sancti Spiritus nem a Szentlélek egyesítő erejéről szól, hanem a Szentléleknek a közöltetéséről. Remekül írja valaki, hogy itt nem az egymással való egység, hanem a Szentlélekkel való egység a lényeg. Figyeljük, hogy a modern, a mai érzésvilágunkkal mennyire beletorzítunk a Szentírásba. Ugye, hogy a mise az arra való, hogy szeressük egymást, gyerekek, és egy jó közösség legyünk. Hát ez lenne a vége. De milyen alapon? Ez csak akkor sikerül, a Szentlélek közöltetése van velünk, nem pedig a Szentlélek egyesítő ereje. Szent Pál apostol azt mondja, nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy félelembe éljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben ezt kiáltjuk, Abba, Atya. Maga a lélek tesz lelkünkben tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk, és ha fiai, akkor Krisztusnak társörököse is. Ez a római levélből vett idézet tulajdonképpen a keresztény kegyelemtannak az alapja, tehát az, hogy a megkeresztelt, megbérmált emberben a Szentlélek Isten megkezdi az isteni művét. Rá vagyunk kötve, bocsánat, köldögzsinórral, infúzióval. Nem, a Szentlélekkel, a Szent Háromság Isten belső életére. Ezt mondja ez a könyv, ez a szentpáli mondat. Nem a Szentlélek egyesítő ereje, majd aztán egyesít bennünket, sőt, egyedül ő egyesít bennünket, de nem erről van szó. Nem beszélve arról, hogy még egy másik eretnekség felé is mozdulhat az egész, hogy a Szentlélek azon egyesítő erő, nem erő, hanem egy személy. Ez lenne a macedónianizmus. 4. században egy püspök azt tanította, hogy a Szentlélek az csak egy erő, egy lendület. Nem, az valaki. A harmadik isteni személy. Jézus kinyilatkoztatja az utolsó vacsorán. Testvérek, azt mondjuk, hogy ez elmélet, ez távol van tőlünk. Nem igaz. Semmi sincs ilyen közel hozzád, mert ez érinti az egész ember élet lényegét. Igen, csak emberi érzékenységünkbe vág ez bele, hiszen a 20. század, a letűnt század tapasztalatát Hermann Hesse így foglalja össze. Élni annyi, mint magányosnak lenni. Senki sem ismeri a másikat, mindenki egyedül van. Hát bizonyos szempontból így van, de azért ez tragikus. Sokszor, amikor a másik emberrel beszélünk, mintha egy tejüvegfal állna közöttünk. Mit mond a költő? Küldjük a szem csügget, sugarács köztünk, a jeges űr lakik. Látjuk egymást, és mégse látjuk. Szeretnénk közel kerülni egymáshoz, és nem tudunk. Ezt írja le Albert Camus. Testvérek, sokszor haragszunk a zseniális írókra, mert olyan csúnyákat írnak, a rosszakat. Ne haragudjunk rájuk, azt írják, ami van. A 20. század az elmagányosodásnak a százada. Miért? Mert az istentelenedés százada. A Szentlélek közöltetése adja meg a választ legkínzóbb kérdésünkre, hogy hol tudunk a másikkal igazán egyesülni. Hogy hol tud beteljesedni a szeretet.
Hogyan maradhatok én magamba, ugyanakkor tisztelve a másikat, mégis kilépve a magam börtönéből, és belülről érinteni meg a másikat. Ázsiának van egy felelete. A kereszténységen kívül ez most terjed. Az ént úgy élik meg a hindu, mint börtönt. Abból ki kell szabadulni neked is, meg nekem is, el kell felejteni, hogy én vagyok. És a nirvánában a semmiben találkozik minden. Hát testvérek, ez tényleg megoldás? Tényleg el lehet folytani az emberi szív vágyát, hogy szeretni akarok? Tényleg büntetés az, hogy én tudom, hogy vagyok, hogy szomjazom a szeretet után, mennyire más Jézus, amikor azt mondja, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, és aki hisz bennem, annak szívében az élővizek forrásai fakadnak, János hozzátesz, hogy ezt a Szentlélekről mondta. Tehát az embert úgy alkotta meg Isten, hogy képes legyen forrássá lenni. Hogy a Szent Háromság lakjon minket, csak ezt a bűn elszakította. Na most testvérek, az ázsiai vallások nagyot akarásához képest írja Benedek pápánk. Egyébként az embernek önmagával és a tevel való kibékítését célzó csoportdinamika modern technikái jól kiagyalt mesterfogásai ellenére is csupán szánalmas pótmegoldások. Mert ma meg azzal foglalkozunk, bizonyos mértékig segít ez a pszichológiai dolog, de nem oldja meg. Csoportdinamika. Ez azt csinálja, hogy az én és a tett, mint egy tartalék lángra állítja. Szabályokhoz szoktatja, hogy egymást a legkevésbé érzékeljék, és ne morzsolják fel. Add meg a feleségednek a szabadságot. Hát persze, de milyen értelemben? Az, hogy más férfihoz is oda menjen? Add meg a férjednek a szabadságot. De azért mégis együtt vagytok. Csoportdinamika. És akkor működik. De a szíved nem elégül ki. Ez egy felület. Mégis szomjas maradsz a szeretetre, amely egységet akar. Igen, Istenre irányuló szenvedélyünket néhány ösztönre redukálják, és az embert készülékként kezelik, melynek használati utasítását ismerni kell. Megpróbálják megoldani az emberlét problémáját azzal, hogy egyáltalán az embert tagadják. Folyamatok montírozható rendszerének kezelik. Meg kell tanulni vele bánni. Nagyon intelligens pápánk van. Ha valaki modern, akkor ő az, vagyis ismeri azt, ami ma megy. Nem az a modern, hogy azt követi, ami van. Nem, azt ismeri. Ez az egész pszichologizmus. Nem a pszichológiában van baj. Csak az, hogy végül is látják, hogy lehetetlen szeretet nélkül élni. Ugyanakkor belátják, hogy az, amit az egyház hirdet, amire egy kamasz fiúnak, lánynak a szíve vágyik, az a teljes, boldog, örökkévaló szeretet, nem tudjuk megtenni. Hát igen, mert bűn, eredeti bűn van. Szentlélek nélkül nem. És akkor csináljunk egy csoportdinamikát. Csökkentett lágra visszavesszük a szeretetvágyunkat, és akkor ilyen kis szabályok szerint boldogan mozgunk, nem boldogan. A nirvána keresztény alternatívája a Szent Háromság. A csoportdinamika felületes kezelésének keresztény ellen alternatívája a szeretetben odaadott élet. Testvérek, nem érti a hitének lényegét annyira se, amennyire lehet érteni az a keresztény vagy paptestvér, aki azt mondja, jaj, de elvon dolgot ünneplünk ma Szent Háromságnap. Először is nem dolgot ünneplünk. Másodszor nem elvont. Igaz, hogy Isten sem férfi, sem nő. De amikor elküldte Szent Fiát, Krisztust, ő férfi lett, és kinyilatkoztatta az első szemét, és úgy nevezte, hogy Atya és a Szentlélek, testvérek, anyai vonásai vannak. Először is a héberben nőnemű. Nem himnemű szó a Szentlélek. Tehát olyan, mint egy anya. Mit mondunk?
mindjárt hiszek egyben, hiszünk Urunkban és éltetőnkben. Az Urunkat csak azért mondjuk a Szentlélekhez, hogy Isten, isteni személy, de éltető. Ki az az éltető? Az édesanyám tejével kezdtem az életet. Éltet. Az éltető Szentlélek. Testvérek, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az embert arra teremtette az Isten, hogy apává vagy atyává legyen, édesanyává vagy lelki anyává legyen, megélje a gyermeki kapcsolatot, hogy ő fiú, lány, barátságra teremtett, ezekre a viszonyokra, és ezt az Istentől tanuljuk. Pontosan ezt váltotta meg bennünket az Isten, amikor rákötött az ő belső életére, hogy segítsen minket. Képességünk van arra. Testvérek, a férfinak az a küldetése, hogy apává legyen, vagy atyává. Nincs más alternatíva. Ez a kiteljesedett élet. Nem az, hogy milyen egyetemi fokozatot ér el. Az egy másik. Akinek nem lehet gyerek, az is lehet atya. De még mennyire? És persze nem igaz az, amit mondanat eretnek testvérkéink, hogy a katolikus papok atyának hivatják magad, és ez vétség a Szentírás ellen, mert azt mondja az Úr, senkit se nevezzetek atyának a földön. Igen, Jézus is atyának nevezte Szent Józsefet, egyrészt. Másrészt Szent Pál ugyanabba a Szentírásban azt mondja, lehet, hogy tanítótok sok van, atyátok én vagyok, mert én kereszteltelek meg benneteket. Az pedig életadás. Akit én megkereszteltem, az egy új életre született, tehát atya vagyok neki. Igen, lehet testi atya a fiú, és lehet lelki atya. Csak azt mondja Jézus, hogy ne tartjátok magatokat atya Istennek, hanem csak a képe vagy. Egy éltető képe. És hogy az Atya Istentől tanuld meg, hogy hogy kell apává lenni. Hogyan? Úgyhogy úgy szereti az Atya Isten az embert, hogy még nem is léteztünk, és már szeretett minket. Tehát nem a mi tulajdonságaink, meg a jó cselekedeteink miatt szeret. És ezt az apának meg kell tanulnia, és a lelki atyának is. Nem válogat a gyerekek között. Azért szeretem, mert az enyém. Mert Isten rám bízta. Testvéreim, csodálatos világban élünk. Hát, ha valami érinti a hétköznapjainkat, akkor ez igen. Persze, aztán megromlott bennünk az atyaság, anyaság, testvéri, barátság, stb. És ezt megváltotta Krisztus. Amikor elmondja a tékozó fiú példabeszédet, akkor azt mondja, elérkezhet az is, hogy a kamasz fiad rád vágja az ajtót, és elmegy. És akkor te nem állhatsz bosszút, mert te az apja vagy. Kinyitod az ajtót, és minden nap várod haza. Mert ilyen az Isten. Mert ez az atyaság, hogy annak a szegény, lezüllött fiúnak, lánynak tudja, hogy van valaki, aki hazavárja. Na most ezt nem tudjuk Szentlélek nélkül megtenni. De vele igen. Hát láthatjuk millió és millió ember életében, hogy megteszi. És anyává lenni, akár testi anyává, akár lelki anyává, akinek nem születhet egy gyermek, az sincs fölmentve, hogy anya legyen, Teréz anya. Testvérek, mit jelent ez? Gondoskodok róla, táplálom. Nem tudom, hogy az igenis a nőiesség első jele az, hogy én szeretem megfőzni az ebédet. Ezt ne kezdjék ki nekem, mert az első az, hogy ő szoptatja azt a gyereket, és nem a férje ad neki ételt. Ez fönséges dolog, hogy én táplállak. Ez nem azt jelenti, hogy konyhai alkalmazott, hanem királynő. Az angyalok királynőjének mosogató lé csillogott a kezén Názáretbe, vigyázz. És a Szentlélek milyen? Olyan testvérek, hogy alig lehet róla beszélni, de ha nincsen lélek lehet, akkor belefulladunk. Amikor majd meghal az édesanyád, akkor tudod, hogy mi volt.
Az igazi édesanyja az olyan, mintha nem is volna, az a légkör a családba. Ahogyan bemész egy családba, ezt rögtön érzed. Ezt, amit nem lehet elmondani, könyvbe leírni, hogy mi az, hogy légkör, és itt van légkör ebbe családba. Igaz, nem egyedül teszi. Na most ehhez kell a Szentlélek ereje. Mert az édesanya szeretete is meg tud romlani. Krisztus megváltotta az anya szeretetét. Amikor kiárasztotta Isten szeretetét a szívünkbe, az anyai Szentlélek által. Testvérek, hány édesanya van úgy, aki annyira szereti azt az egyszülött és egyetlen fiacskáját, hogy nem hajlandó a feleségével osztozni rajta. Borzasztó. És tönkre szereti a fia házasságát. És akkor még ő a tragikus hős. Szinte bele kell halni abba, hogy valaki apává és anyává legyen lelkileg, de fel is fogsz támadni. El kell engedni. És testvérek, a gyermeki kapcsolat. Hát a második isteni szemét elküldte az Atya Isten, és ő fiú lett, Mária fia, és Józsefnek a fia. Nem mondjuk azt, hogy nevelő apja. Nem volt biológiai apja, de József jobban apja Jézusnak, mint te a te saját gyerekednek. Miért? Mert az ős ok, az Atya Isten rendelte Józsefet oda. És Jézus boldogan tud gyermek lenni. Azért a gyermekeknek ez súlyos dolog ám az engedelmesség és a tisztelet. Sokszor megkérdezem ifjúsági csoportoktól, mit gondoltok Názáretben, ki kezdte az imádságokat, tudnék, a zsidó család imádkozik. Háromszor naponta, közösen, az ortodoxok, Jézus is. És rávágja, hogy Jézus, mondom, dehogy. Hát akkor Szűz Mária, mondom, még inkább dehogy. Szent József. És Jézus nem mert odaülni az asztal főre, nem az a helye. Nem megdöbbentő. Mennyire megszentelte a gyermek és az szülő kapcsolatát. Vissza kell mennünk Názáretbe, nem Ádám Éváig, ők elrontottak mindent, hanem Názáretig kell visszamenni. És megszenteli ugyanakkor a férj és a feleségnek a kapcsolatát is, mert Krisztus, az Isten fia úgy szerette az egyházat, hogy életét adta érte. Szent Pált félreértjük. Egy ultrafeminista füllel hallgatjuk, amik azt mondja, hogy feleségek, engedelmeskedjetek férjeteknek az Úrban. Egyébként milyen szép szó, azt tessék használni, hogy nem a férjem, az Uram nincs itthon. Mert egy keresztény asszonynak Krisztus jelenti. De nem olvassuk el a következő mondatot. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus. Hogyan? Képes volt meghalni az egyházért. Hát most akkor melyik több? Valami csodálatos. Ez ugyanaz. Ez mindent minősít, hogy az Úrban. És erre kapja a Szentlélek erejét a házasságban. És mennyire megszenteli a testvérek kapcsolatát. Az Úr is úgy érte meg az unoka testvéreivel a kapcsolatot, mint édes testvérek, mert abban a kultúrkörben nem nevezték így, hogy unoka testvér. Az testvér. Milyen jó testvérnek lenni, ez a gyönyörű magyar szó. És az Úr Jézus az ő egyházában ezt hagyta rá, hogy ti testvérek vagytok. Ezt megélni. És még a barátságot is megszentelt. Az utolsó vacsorán azt mondja, barátaim vagytok. Isten a barátságnak az Istene. Ez a kapcsolat ma alig létezik, testvérek. Ez nem haver. Ez nem pajtás, ez nem egy érdekszövetség, ez nem szerelem, ez egy nagyon erős emberi kapcsolat. Általában férfi és férfi, nő és nő között. Valami csodálatos. Tegnap olvastuk a Szentírásba, lehet sok jó ismerősöd, bizalmas, hogy csak egy legyen, akire te számíthatsz. 10 évig nem beszéltek, és tudod, hogy számon tart téged. És a bajba hozzámehetsz. Valami egészen különös, mert itt már nem a test és a vér, nem az, hogy egy családba születtünk benn. Ezt is megváltotta Krisztus. Megváltotta az ókori és a 20. 21. századi leromlott és bűnös barátságokat.
és megadta a Szent Lelket. Testvérek, hát most beláthattuk, dehogy elvont ünnep ez. Az életünk minden napjait irányítja. És amikor számtalanszor mondjuk azt az imádságot, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, akkor tudjuk, hogy ezzel meg vagyunk mi jelölve. De Isten szent háromságos élete nélkül nem tudunk apa, anya, atya, lelki anya, testvér, barát, gyermek lenni. Isten szent lelke segít minket, hogy megtanuljuk azt az egyetlen leckét, az örök élet érettségére, csak egy lecke van feladva. Úgy szeretni, hogy az Isten szeret. Amen.